Áldás békesség, ez a Hiszed vagy sem, a Magyarországi Református Egyház műsora, melyben, ahogy minden hónap első hétfőjén, ma különleges adással jelentkezünk, gyerekek kérdéseire adunk együtt választ. Tartsatok velünk! Tanította Isten Jézus gyerekkorában úgy, ahogy minket az apukánk? Kedves Borsz, mondjad! Mit gondolsz, Jézus gyerekkorában tanította Isten úgy, mint minket az apukánk? Nagyon nehéz kérdés. Nem is tudom. Biztosan megtanította pár dologra, mondjuk arra, hogy melyik gombát szabad megenni az erdőben, vagy ilyesmi. Okos gondolat, de képzeld, hogy a mennyei atyánk nem nevelte Jézust, inkább egy földi apukára bízta. Tudod, hogy hívták? Mária? Nem, az anyukája volt. Józsefnek hívták. Tényleg, azt mondtam, hogy József, nem? Hát, szerintem nem. De tetszett Istennek, hogy Jézus teljesen átélje az emberi életet, ezért egy földi apukára bízta. De a mennyei atya biztos figyelt rá, óvta, szerette, akár nevelte is, ahogy minket, a lelki gyermekeit is Isten folyton figyel, óv, szeret és nevel, még a felnőtteket is, mert nagy szükségük van rá. Ha Isten látja a gondolatainkat, akkor miért kell néha hangosan imádkoznunk? Kedves Borsz, sokszor van úgy, hogy a szüleid kérnek valamit tőled, és kérik, hogy ismételd el, amit mondtak, ugye? Igen, és ezt nagyon nem szeretem. Ez azért van, mert amit kimondasz, jobban bekerül az agyadba. Ideni. Hová? Ideni az agyadba. Aha, értem. Jobban megjegyzed. Tehát nem a szüleidnek kell, hogy hangosan kimond, hanem magadnak. Hát így van a hangos imádság is. Az imádság sokkal jobban felfakad belülről, sokkal jobban megmarad, ha kimondjuk. A hangos ima azért is jó, mert segít megtanítani nekünk, hogy az imádság egy beszélgetés. Beszélgetés Istennel. Isten meghallja persze, amit halkan mondunk, azt is. És azt is meghallja, amit nagyon-nagyon halkan mondok? Igen. És azt is meghallja, amit ki sem mondok? Azt is meghallja? Még a nyelvünkön sincs a szó, ő már ismeri a gondolatunkat. Bizony. Istennek miért nincs felsége? Nekem van még egy kérdésem. Na mondja csak. Istennek van felesége? Nem, Isten nem ember, ezért nem érdemes róla így gondolkozni. Sőt, tudod, milyen nincsen szerintem? Ébresztő órája. Mert az idő felett áll. Meg dupló vonata sincs. Hát ebben azért nem lehetünk biztosak. Felesége nincs, de mégis tökéletes szeretett kapcsolatban él. Van egy egyszülött fia, akit odaadott, mert úgy szerette Isten a világot, és téged is. Meg téged! Kedves kicsik és kicsit nagyobbak, köszönöm a figyelmeteket! Ha vannak kérdéseitek Istennel, a vallással, a világgal, más titeket érdeklő témával kapcsolatban, kérjétek meg szüleiteket, és írjatok e-mailt a hiszedvagysem@reformatus.hu címre. Jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk, a mai műsort pedig megnézhetitek a Református Egyház Facebook oldalán, valamint a YouTube-on is, és visszahallgathatjátok Spotify-on és a többi nagy podcast felületen is. Áldás békesség!